Jó reggelt kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait. Köszöntöm a teremben helyet foglaló vendégeket, érintetteket, meghívottakat, valamint az interneten, illetve a televízión bennünket, nézőket. Rendkívüli testületi ülés. A meghirdetett napirendi pontokhoz képest két módosító javaslatom van. Egyrészt, hogy a tárgyalandó napirendek nyílt ülés végére vegyük föl a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását, valamint a hármas számú előterjesztést javaslom elhalasztani a következő 26-27-26-ai rendes képviselőtestület ülésre. Van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban egyéb felvetés? Nem látok, kérem akkor az új napirend felvételéről szavazni szíveskedjenek. És akkor az elhalasztásról szavazzunk. Napirendi pontok felvételéről szavazunk. Köszönöm szépen. Első előterjesztésünk a Tinódi Ház, illetve a Dombó Médiának a szerződéses jogviszonyait rendezi. Tinódi Ház esetében van egy közművelődés megállapodás, valamint egy ingatlan hasznosítási szerződés. A második határozat pedig a Dombó Médiának a szerződés módosításáról rendelkezik. Kérdezem a bizottságokat, mindegyik tárgyalta az első előterjesztés, hogy döntöttek. Pénzügyel kezdenénk. Pénzügyi és gazdasági bizottság mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolja. A humán bizottság úgy szintén mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Köszönöm. Egy előterjesztés, de azért az ügy az két eltérő jellegű, ezért javaslom, hogy külön tárgyaljunk. Először az egyes határozati javaslattal kapcsolatban kifejezetten a Tinódi Ház szerződéseit taglaljuk. Kérdések ehhez kapcsolódóan? Hozzászólás? Nem látok, akkor kérem, hogy szavazzunk az első határozati javaslatról. Köszönöm. A kettes határozati javaslat tárgyalása következik. Ehhez kapcsolódóan kérdés. Hozzászólás. Kérem, hogy szavazzunk. Köszönöm szépen. Polgármester illetményének költségtérítésének megállapítása január 1-től. A napirendi pont előterjesztője jegyző úr. Természetesen az ügy tárgyalásából szeretném kivonni magamat érintettség címén. Mielőtt a napirendet viszont elkezdjük, annyi megjegyzést azért szeretnék tenni, hogy az én véleményem az, hogy egyrészt felesleges volt a kormánynak ezt a jogszabályt szerintem megalkotni. Mondhatná az ember azt, hogy persze örül, hogy az illetménybére ilyen szintre fölmegy, de én ezt túlzónak tekintem. Ugyanakkor nincs lehetőségem azt mondani, hogy ne változzon. Természetesen az emelkedéssel kapcsolatos többletnek a felajánlását szükséges helyekre azt meg fogom tenni. Jegyző úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Az írásbeli előterjesztés azt gondolom, hogy mindent tartalmaz. Törvényi kötelezettség a képviselőtestületnek ezt elfogadni. Amennyiben nem fogadná el, akkor a munkaügyi bíróság ítélettel pótolná a testület döntését. Köszönöm. Kérem, köszönöm szépen. Jegyző úr,
Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban. Bizottság. Most bizottsági véleményeket, pénzügyi, humán. Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, és most jöhetnek a kérdések. Nem látok, amennyiben nincs vélemény, hozzászólás. Azt sem látok, akkor szavazzunk. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy... Köszönöm az ülésvezetést. Közszolgálatban állok számára teljesítmény értékelés alapú eltérítés 2017. évi keretösszege. Az előterjesztéssel kapcsolatban hát kisebb ódát tudnék zengeni ennek az egésznek a körülményeiről és a hatásáról. A minimálbér emelése, ahogy az anyagban is látszik, szerintem nyilván azoknál, akiknél 15-19 ezer forinttal fog emelkedni a bér, az egy nagyon pozitív és egy előremutató dolog. Viszont összességében ennek az egész ügynek a hatása azzal, hogy a köztisztviselői törvényt, a besorolási szinteket viszont nem rendezi, egy nagyon-nagyon rossz tendenciát indít el. Nagyon fiatal, minimális tapasztalattal rendelkező szakembereknek a bére nagyon-nagyon összecsúszott azokéval, akik akár 15 vagy 20 évvel itt dolgoznak, tehát az olló az nagyon-nagyon szűkült, és ez nem jó. A képviselőtestület ugye pár évvel, két évvel ezelőtt döntött, hogy lehetőséget ad a jegyző úrnak az eltérítésre. Szeretném mondani, hogy ezt az eltérítést mindig megelőzés megalapozza évelején egy nagyon-nagyon komoly értékelés minden ember, minden egyes munkavállaló tekintetében, és ezt fél évkor még szintén megismételjük, tehát akkor egy kisebb volumenű, de szintén értékelésre kerül sor. A kollégák persze azt elég nehezen értik meg, meg fogadják el, próbáljuk súlykolni nekik, hogy ilyenkor évelején mindenki visszamegy tulajdonképpen az alap fizetésére, az alap besorolására, attól függően, hogy persze kinek milyen pótléka van, és az, hogy ettől el lehet térni, az tulajdonképpen annak függvénye, hogy a képviselőtestület erre meghatározza egy keretet. A mostani számításunk alapján azt javasolnám, hogy 1.300.000 forint per hó a lehetőséget adjunk az eltérítésre. Ez az 1.300.000 tartalmazza a járulékot, és tulajdonképpen ezzel a lehetőséggel érünk el tulajdonképpen a tavalyi szinthez, azzal együtt, hogy a 65 dolgozónak több mint felének elég jelentősen emelkedik a bére, a minimálbérre, ami persze sajnálatos is. Ugyanakkor a fennmaradó munkavállalói csoportnak az, hogy megmaradjon, vagy kisebb le- és fölfelé térítéssel értékét tartsa a tavalyi bére, ez az 1.300.000 forint szükséges. A tavalyi eltérítéshez képest éves szinten ez körülbelül 3.000.000 forint többletet jelent, viszont a közigazgatásban akkora eltérések jelentkeztek a tekintetben, hogy ki kormánytisztviselő és ki önkormányzati köztisztviselő, hogy az fölveti azt, hogyha ezt a lehetőséget nem adjuk meg, akkor a köztisztviselőinket nem tudjuk tartani. Az első adott lehetőséget... Képviselő társaim szerint úgy fogalmaztam, hogy sajnálatos, hogy emelkedik a minimálbér. Nyilván nem ez volt a szándékom. A sajnálatos nem arra vonatkozott az emelkedésre, hanem arra vonatkozott, hogy az olló csúszik össze. Tehát, hogy pontosítanék, nehogy ebből valaki félreértse. Tehát a
gondolatom az az volt, hogy a minimálbér emelésnek, de talán ezt mondtam is, annak természetesen örülni kell, meg az jó dolog, ez biztos, hogy mondtam, hogy az emberek többet tudnak hazavinni, az rossz, hogy nem lehet differenciálni megfelelő módon. Akkor köszönöm szépen a jelzést, és akkor remélem, hogy egyértelmű voltam. Tehát azért mondtam, hogy nagyon összetett kérdés, és nyilván az embernek a gondolata előrébb van már, mint ahogy kifejezi magát, de azért talán diszlexiás még nem vagyok. Na, summa-summarum, ha erre a munkaszervezetre komolyan akarunk támaszkodni, már pedig támaszkodunk, és ahhoz, hogy érdemi szakmai jó munkát végezzenek, ahhoz mindenképpen ezt a lehetőséget, ezt a keretösszeget a közös önkormányzati hivatal részére javaslom megadni. Pénzügyi és humán bizottság tárgyalták. Pénzügyi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Humán bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, kérdések, hozzászólások. Tóth Gyula, parancsoljon. Köszönöm szépen, polgármester úr. Kérdés is, meg vélemény is egyben. És ennek a forrása, mindennek a forrása. Köszönöm. Hát egyrészt a forrását én úgy gondolom, hogy mi magunknak kell megjelölni, hiszen nem jelentek meg azok a rendeletek, jogszabályok, amelyenek a pótlásáról rendelkezne. Vannak hírek, vannak előre mutató jelzések sajtóból innen-onnan. Érdeklődtünk a kincstárnál is, a kormányhivatalnál is, hogy tudnak erről. Elvileg lesz valami. Tehát azoknál a településeknél, ahol az adóerő képesség nem éri el azt a szintet, hogy ezt tudják pótolni vagy megadni, akkor ott lehetőség lesz a pótlásra. Ugye ez a besoroláson túli bértömeg, havi összege, tehát nem tudjuk egyelőre, hogy ezt képesek lesznek-e, vagy képesek leszünk-e valamit megigényelni, illetve hát ugye a Dombovárnak az adóerő képessége átlagos, hol egy kicsit az átlag alatt, hol egy kicsit az átlag fölött vagyunk, ebből a szempontból sem vagyok biztos, hogy minket érintene a kiegészítő támogatás, de nyilván mi ezt hírünk, információnk lesz, akkor jelezni fogjuk. Igen, a Péter. Kiegészítve a polgármester úr, tehát az a sajnálatos, hogy az állam ugye ehhez a bérfejlesztéshez gyakorlatilag, mint ahogy előbb elmondták, semmiféle támogatást nem adott. Elképzelhető persze, hogy lesz ilyen, de szerintem ezt illett volna addig megadni, míg a egyes képviselőtestületek ugye a bér, esetleges bérnövekedésről, vagy ezekről a kiegészítésről, ezekről az eltérítésekről döntenek. Másik, az is sajnálatos igazából, hogy a Dombovári Önkormányzati Hivatalban, amin az előterjesztésben is szerepel, 62 dolgozóból 35 esetében gyakorlatilag ezután a minimálbér összegét fogják keresni a dolgozók, illetve a munkavállalók. Az a sajnálatos igazából, hogy amikor az állam arra gondol, hogy a minimálbért emel, akkor nem biztosít elegendő fedezetet ahhoz, hogy ez a olló ne összecsúszson, hanem legalább mondjuk úgy, hogy tartsa a formáját. Köszönöm. És még egy adalék, tehát bejelentkezett hozzám pár intézményvezetőnk, jövő héten szeretnének konzultálni, és be akarják mutatni azt a lehetetlen helyzetet, hogy tulajdonképpen intézményvezetőként pár ezer forinttal keresnek többet, mint a beosztott munkavállalóik. És azért a felelősség, a döntési kompetencia az nem ugyanaz. Van egy további hozzászólás? Nem látok. Kérem, hogy szavazzunk, akkor remélem, hogy támogatható az előterjesztés. Egyhangulag elfogadtuk. Köszönöm szépen a támogatást a hivatal dolgozói nevében is. Hozzájárulás a Dombovári Szennyvíztelep homokfogójának szakértői anyagának elkészítéséhez pénzügyi bizottság tárgyalta. A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, kérdések, hozzászólások.
Kérem, hogy szavazzunk. Következik a HÉSZ módosításainak állásáról egy tájékoztató. A pénzügyi bizottság tárgyalta. A bizottság határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Van egy kérdés? Hozzászólás? Nem látok. Kérem szépen, hogy szavazzunk. Köszönöm szépen. És akkor most jön az a napirend, amit felvettünk. A szociális ellátásokról szóló rendeletünk módosítása. Az élet ugye mindig hoz olyan változásokat, vagy olyan helyzeteket, amikor érdemben végig kell gondolnunk, hogy azok a jogszabályok, amelyekben alapján éljük helyben az életünket, megfelelőek-e, megfelelően szolgálják-e a működésünket. Most ez a nagy hideg világított rá bennünket, hogy érdemes lenne itt a rendeletet olyan értelemben módosítani, hogy krízis helyzetben lévők számára ne kelljen végigjárni a szokásos jogi procedúrát, mely idő, energia, hanem kell egy döntéshozó kompetens személy, aki adott esetben nagyon gyorsan tud dönteni. Jelen esetben személyemet jelölné meg. Az előterjesztő alpolgármester urát is adom neki a szót, illetve hogy kérem vezesse ezt a részt. Köszönöm a szót. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletünk jelenleg is rendelkezik arról, hogy milyen feltételek mellett lehet kérelem alapján úgynevezett szociális tűzifát juttatni rászorulóknak. És ez a módosítás az elmúlt napok, illetve hetek rendkívüli hideg időjárására, krízis helyzete való tekintettel némiképpen módosítja ezt, úgyhogy nem kell itt megfelelni sem családnagyság, sem jövedelem tekintetében a rendeletünkben eredetileg megfogalmazott feltételeknek. Itt a legfontosabb az, hogy emberek életét lehessen megmenteni azáltal, hogy a krízis helyzetbe kerülésük okán lehessen őket tűzifával támogatni. És itt eltekintünk attól is, hogy 1 köbméter, 2 köbméter is az egyéb feltételektől, amelyeket az eredeti rendeletünk tartalmaz. Kérem a Humán Bizottság véleményét. A Humán Bizottság a rendelet módosítást elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban. Nem látok vélemény. Ha sem látok, akkor kérem, hogy először szavazzunk az előterjesztésről, majd a rendeletmódosításról. Köszönöm szépen. Mai ülésünk nyilvános része ezennel véget ért. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Képviselőtestületünk elköszön további szép napot. Javaslom mindenki keresse meg a hólapártot a sufniba, mert valószínűleg a hétvégén szükség lesz rá. Illetve ajánlom azt, hogy szeretném felhívni a figyelmet a hétvégi ügyelet megszervezésére, hogy ne legyen fennakadás, illetve annak ellenőrzését rendelje majd le. Viszontlátásra, viszontlátásra.